Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják. Most Szávai József lesz a vendégünk, a hazai folklor mozgalom egyik jeles képviselője. Szervusz József! Jó estét kívánok! Na hát ugye 25 éves lesz jövőre a Tanak, tánc együttes. Cél, tanac. Tanac, bocsánat, igen. Hát ugye azt tudjuk, hogy a 25 év az már közönség előtt zajlott, de hogy mesélj egy kicsit arról, hogy mi történt előtte? Hogyan ismerkedtél meg te a táncokkal? Hát én 16 éves koromig nem sokat tudtam a népzenéről, néptáncról, nem is nagyon érdekelt az a kora. Itt Magyarországon is a beat zenének volt a kora, és én is lelkes koncertre járó voltam. És valamikor a főiskolás évek elején, akkor találkoztam a főiskolány lányjal, és hát így beszélgettünk, ez az, és mondta, hogy gyere el táncházba. Hát és nem tudtam, hogy mi az, akkoriban azt senki se tudta, hogy az mi, legalábbis itt Pécsen, hiszen talán Pesten is egy-két éve futott ez akkoriban. És azt mondom, miért nem, mi bajom lehet, elmegyek. És rögtön az első ilyen táncházba, itt a KPVDS művelődési házba, Pécset, ilyen vizesre táncoltam az ingemet, és más társaimmal együtt a fiú WC előtt kezdtük gyakorolni a lépéseket a szünetbe, hogy mire be kell menni, a lányok előtt ne égjünk. Ez volt. És ez akkor magyar táncház volt, vagy már? Nem, hát ez itt a döntő tény, hogy ez az akkori Baranya Együttesnek volt az ilyen görög, horvát, szerb, makedon, mindenféle déli népeknek a táncháza. Tehát ez volt az első ilyen momentum, amikor én találkoztam ezzel. Aztán később rájöttem, hogy én már korábban is kapcsolatba kerültem ezzel a kultúrával, hiszen nagymamám az bielovári, horvátországi, és amikor kicsi voltam, emlékszem arra, hogy érdekes mondókákat, dalokat énekelt, illetve mondott, és amikor jöttek a környékbeli falvakból ezek a nénik, a bosnyák nénik, a szalánt, a pogány, kökény, a fejükön ilyen kosárral, amiben hozták a tejet, inkább tejföl tejterméket, akkor szépen nyugodtan elbeszélgettek, én meg nem tudtam, hogy az mi. Tehát én nem, az anyanyelvet nem a szülői házból hoztam, az csak egy ilyen kicsi hatás volt, a szülői vagy nagyszülői hatás, inkább a táncház, és akkor utána, hogy együttesbe kerültem, együttesekbe, és sok-sok barátom lett, és egy idő után muszáj volt horvátul beszélni, hogyha az ember a barátságot akarta tartani. És akkor ez hogyan ment tovább? Ugye bekerültél, ahogy mondod, különböző együttesekbe, aztán te ezt később komolyabban vetted, vagy képezted magad tovább így a tánc terén, hogy később így a koreográfiákat tervez, vagy rendez? Hát igen, amikor ezt elkezdtem, akkor mondom, ott tartottunk, hogy a lányok előtt nem akartunk csak leégni. Tehát onnantól a mai napig, amikor a 25 éves együttes vezetői múlt, meg valóban egy csomó díj, meg koreográfiák valóban van, az együttes, meg, illetve mögöttem egy-két dolog. Ez valahogy közben lett egyre komolyabb, egyre több időt fordítottam erre, és kiderült, hogy ez igényli is az időt. Tehát nem elég az, hogy az ember elmegy az együttesbe, leizzad a próbákon, jól érzi magát, utána megiszik két sört, meg nézegeti a lányokat, hanem egyszerűen több dolog elkezdett érdekelni a gyökerei ennek, hogyan megpróbáltam az egészet valahogyan kapcsolatba hozni, és hát sikerült is a Romániában élő magyarokkal, tehát az erdélyi magyarsággal, oda is sokat jártam ki. Tehát az az időszak nem olyan volt, hogy kizárólag a horvát táncokkal foglalkoztam, hanem sokat gyűjtöttem erdélyi magyaroknál, és Kallós Zoli bácsi is sokat segített nekem, és eljutottam a nagy-nagy gyűjtők nyomába tényleg sok helyre. De akkor ugye akkor divat is volt, nem? Vagy hogy beindult ez a tánc? Hogyne, akkor voltak ezek a tarisznyás táncházasok, igen. Ugye a válunkon a szőttes tarisznya, vagy batyú, és akkor mentünk, és élveztük a lányok a hosszú szoknyát. Ez egyfajta, persze akkor egyfajta lázadás is volt, meg egy jel, volt egy jel mindenkin, hogy ő ezt kedveli, és ettől már rossz ember nem lehet. Mit is végeztél te a tanárképzőn? Én végeztem a tanárképző főiskolán matematika-fizika szakon egyszer, és aztán pedig az ELTE-n még így ezt kiegészítettem egy egyetemi fizika szakkal. És akkor abból lettél te informatikus? Ja, az informatika az úgy volt, az úgy jött, hogy nem első, hanem második, harmadik, én nem voltam egy ilyen munkahelyváltogató ember, tehát amikor egy rendes, stabil, hosszú
lejáratú munkahelyem lett, az az egyetemen volt, a Pécsi Orvostudományi, akkor Orvostudományi Egyetemen. És ott az orvosok, illetve az egész személyzet akkoriban nem túl sokat értett a számítógéphez. Hát ez azért olyan 30 évvel ezelőtt volt, tehát nem kell őket ezért, őrájuk ezért nem kell neheztelni. És azt mondták, hát te vagy a fizikus, te vagy a matematikus, gyere akkor, hogy kiírta valamit a gépem, kiírt egy üzenetet. És akkor az ember szívesen ment, jó fej is akart lenni, és akkor így belekerültem az egészbe. A végén ennek az önképzésnek a végén már én voltam a rendszergazda az intézetbe, akkor természetesen elvégeztem bizonyos tanfolyamokat, még tanítottam is, tehát Holden stúdióban még tanítottam informatikát is, és aztán volt olyan időszak, amikor ebből kényszerültem megélni, tehát ilyen is volt. Aztán 88-ra eljutottatok oda, hogy azt a tánc együttest megalapítottad. Nem egyedül. Szeretném mondani. Igen, Sáros Ácmiájjal közösen, igen. Mi volt ennek az indítatása, hogy ti táncegyüttest létrehoztok? Hát ugye ez már régi időkben is, ugye a múlt század elején mondták, hogy lapot kéne alapítani, O60-i, ugye, tehát egy új dolgot létrehozni, ami addig nem volt, de hasonlók voltak, az egy mámorító jó érzés. Most mi a Baranya Táncegyüttesbe táncoltunk, alapítók, illetve a tagok jöttek a környékből, akik nem voltak a Baranyában, hanem egyszerűen ismerősök voltak. És az volt a szándékunk, hogy amit ott a Baranyán belül nem tudunk megcsinálni, azt megcsináljuk kívül. Gondolkoztunk először abban, hogy valahogyan párhuzamosan dolgozni, de aztán nem voltam én akkor még ilyen diplomatikus, mint mostanában, még most se vagyok annyira a tagok szerint, tánc tagok szerint, együttesi tagok szerint, és nem sikerült ezt ilyen súrlódás nélkül megoldani, tehát kenyértörésre került a sor, én eljöttem az együttesből, az akkori Baranya együttesből, aztán 9 év táncolás után, és akkor amit addig szerettünk volna megcsinálni ott együttesen belül, vagy kívül, mindegy, azzal kezdtünk foglalkozni itt a tanácsban. Tehát ez pedig röviden egyfajta gyökerekhez való visszatérés. Ez nem jelenti azt, hogy ami a Baranyában volt, annak nincs köze az eredeti hagyományokhoz, de volt, csak hát egy hagyományhoz nagyon sokféle módon lehet nyúlni. És akkor ezt hogyan valósítottátok meg, vagy mik voltak azok a mélyebb hagyományok, amikkel elkezdtetek foglalkozni? Ez nagyon egyszerű, hogyha az ember valamire kíváncsi, akkor el kell menni azokhoz az emberekhez, akik tudják. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ha tanulni akar az ember, akkor a legjobb tanítókat kell választani. Tehát mi elmentünk itt először a környékbe, a falvak népéhez, ugye ilyen szép kifejezéssel, Szalánta Kökény, Pogány Szemely, Áta, és aztán a Baranyába, a nagyobb, a szélesebb környezetbe, át Bácskába, át Horvátországba, akkor már Boszniába is, mert onnan jött sok itteni horvát, tehát az egy ilyen őshaza, és ez rengeteg anyagot jelentett. Volt egy társam, hát most már nincs az együttesben, azért mondom, hogy volt, a Vizinantus, aki szintén egy ismert ember, és ő hatalmas anyagot gyűjtött össze, kazettákon, hanganyagot. Akkor többször összefogtunk, én vittem a videókamerát, és akkor így próbáltuk azokat a, hát egyszerű, mire voltunk kíváncsiak. Hogyan volt régen egy lakodalom, hogyan volt egy tánc, mit táncoltak, mit énekeltek, mit zenéltek, és ezt az emberek olyan boldogan mesélték el, hogy ez egy nagy esemény volt, hogy megérkeztek a pécsiek, vagy a fiatal emberek, és 70 éves, meg 75 éves idősek leültek, öreg mamik, és összejöttek, és sütöttek a szomszédból, mert lett ennek egy rendszeressége, és na most gyűjtés van, és ők elmondják, és mondta is az egyik néni, szegény már nem él, hogy fiatal 18 éves korában ennyi férfi nem járt hozzá, mint most, úgyhogy kicsit elkéstünk. Aztán ezeket az anyagokat, miután fölgyűjtöttétek, ezt ugye adaptáltátok az a együttessel, és azon túl volt ennek valami nyoma, leírtátok, vagy ez elkezdtek komolyabban foglalkozni? Hát igen, próbáltam én, ugye akkor jött a könyvkiadás, és egy ilyen kis vékony könyvet megjelentettem ezekről a táncokról, csak egy saját kiadásba, akkor próbáltuk mindent, amit le lehet ugye rögzíteni, hogy CD-ket adtunk ki, illetve volt egy nagy munka, ami már azért komolynak tekinthető, digitalizáltuk az összes saját gyűjtésünket, ugye hát ezek mindenféle kazettás, magnó, meg szalagos videón voltak,
És hát ezt el kell mondani, volt egy olyan szalagos videó az egyik első gyűjtésen valahol a Bácskába, hogy egy ekkora nagy darab ilyen táska videó volt, valami Sony, szalagos, tehát 50 kiló volt maga, azt vittük, és csak egy olyan, olyan szalagunk volt, amire már 100 000-szer rájátszottak, és így néha a gyűjtött képek közé egy-egy síelő beúszott, tehát, mert nem volt olyan az anyag, tehát ugrott a kép, nem volt szinkronban hanggal, tehát azért voltak itt hőskor ebbe a gyűjtésbe is. Tehát mindezt az anyagot föltettük, most megvan több példányban számítógépen, és mindehhez persze kaptunk ilyen pályázati úton támogatást. Voltak idők, amikor ez a digitalizálásra, a hagyományok digitalizálására volt pénz, úgyhogy valahol valamelyik minisztériumban vagy valamilyen helyen elfekszenek még ilyen Winchesterek, mert nem egy CD-re fért rá az anyag, hanem ilyen merevlemezekre. Tehát ez volt a digitalizálásnak a nagy munkája, és akkor amit most lehet csinálni, az, hogy föltenni ugye a netre. Tehát mindent, amit lehet. Ez régen megint elképzelhetetlen volt, mert hát azt sok gigabájtos videót, azt hogy tegyük föl, de ma már egyszerű, és nekünk is a YouTube-on nagyon sok videónk fönn van, 30 darab. Ugye elindult a táncegyüttes az úton, és utána jöttek különböző felkérések, hívások, utak, eljutottatok az Egyesült Államokba is. Hát az szép volt. Erről mesélj. Hát akkor nem azt, hogy fú, de jó, hogy voltunk az Egyesült Államokban, hanem amikor megérkeztünk a washingtoni repülőtérre, akkor fogadott bennünket az az ember, a team, aki ezt az egészet szervezte, és megkérdezte, a március elején volt, a kifutópálya havas volt egy kicsit még, és megkérdezte, hogy sátrat hoztatok, hálózsákot, de tehát miért? Hát ez Amerika, piros szőnyeg, hotel. Nem, mert így családoknál leszünk, probléma van az együttes, aki meghívott titeket, az közben összeveszett a nem tudom kivel, úgyhogy gyakorlatilag nincsen szállás, és de mindent megoldunk. Úgyhogy ez egy olyan út volt, hogy még a magyar nagykövetségen is vendégül láttak minket, meg adtak enni magyarul, meg a nagykövetség szállás helyein voltunk, meg a nagykövetség autója vitte a bőröndöket, mert akkor azért ez egy 30-35 fős együttes volt, mindenki gyönyörű Samsonite bőröndökkel megjelent a repülőtéren, és akkor úgy szétszórtak minket Washingtonnak a teljes ilyen 50 kilométeres körzetében, mert hát igen, reggel fölkeltünk, néztük, a mókusok szaladgálnak, hol vagyunk, azt mondja, ez a belváros, azt mondják, ez Washington belvárosa, tehát átállás, és akkor mondta a barátom, hogy nagyon jó, délután lesz az első koncert, meg holnap is, és akkor adom a telefont, és te szervezd meg, hogy oda jöjjenek emberek, mert adok néhány nevet, beszéld meg velük, és akkor kalapoztok, akkor azzal összeszeditek a pénzt. Szóval a dolog kezdett teljesen máshogy kinézni, nem egy diadalmenet volt, viszont nagyon tanulságos, mert ott ettünk van ott a Washington központjában a sok múzeum van, a Mallnak hívják, azt a nagy zöld ilyen mezőterület, a Washington oszlop, azt hiszem a végén, és akkor lementünk ott az nem aluljáróba, hanem ilyen Mekikbe, és ott a fekete emberekkel együtt, még egy kis ketchupot kérek, és tehát megtapasztaltuk ezt a részét, és ugyanakkor átmentünk New Yorkba, és tehát ez egy olyan mesés utazás volt, ott találkoztunk innen kiszármazott horvátokkal, akik meghívtak akkor enni, hát ugye mit tehet az ember ilyen szegény csóró külföldiekkel, ugye az ő szemükbe, és ez egy jó élmény volt. Na most olyan folytatása is lett, hogy később a zenekarral meghívtak engem oda ki tanítani, tehát eljutottam én is ott sok helyre, Seattle-be is, aztán most például, akkor volt egy nagy szünet, ha már így Amerikáról van szó, és tavaly februárban meg Chicagóba valaki kifigyelte, hogy értünk itt a drávamenti horvátoknak a nagyon virtuóz, csizma csapásos táncaihoz, és akkor ők kértek, hogy mi tanítsuk meg őket erre. Tehát ez volt az Amerika, de ki kell mondani, hogy vagy el szeretném feltétlenül mondani, hogy azért az együttes nagy része, és az a 700 fellépés volt eddig, azt hiszem a 703-nál, vagy valahogy így tartunk. Tehát ezeknek a fellépéseknek a nagy része nem olyan fényes, és jó, sok külföldi út benne van, de legtöbbször a kis falvakba megyünk el, tehát mit tudom én,
Lothárdon, ott olyan kicsi volt a színpad, hogy alig fért föl az együttes természetesen, és amikor egy kicsit jobban dobogtunk, akkor beszakadt alattunk. És volt egy kályha, amiből úgy be kellett gyújtani. Tehát ez így egy térbe volt, ez itt a színpad, ez itt, itt lesz majd a közönség, de gyújtsunk be, hogy ne fázunk, begyújtottunk, elvoltunk, és akkor egy órával az előadás kezdete előtt oda szoktunk menni, és mit tudom, egy 10 perccel később, hogy begyújtottunk, jött a közönség, és akkor beültek, és nézték, hogy milyen emberek ezek, és nagy részt az emberek ezek a falvakban egy idő után, hát, ha máskor nem, amikor megszólal a zene meg az ének, akkor rájönnek, hogy hát ez ugyanaz, mint az ő egykori kultúrájuk, meg abból is, hogy tanács, tehát az együttesnek szándékosan egy ilyen idegen szó a neve, ami egyébként egy baranyai páros táncnak a neve, ez hogy tanács, azért, hogy mindenki tudja, hogy ezek valami ehhez kötődő emberek. Aztán ugye elindítottátok ezt a fesztivált is, ami most lesz a hétvégén, az Isten hozott kedves vendég. Ez miért indult, vagy mi volt ennek az indítatása? A fesztivál az azért, mert nagyon sokszor voltunk vendégek, és jó lett volna most vendéglátónak lenni. Tehát 100-150 alkalommal volt az, hogy külföldön voltunk, nagyon sokat természetesen Horvátországban, mint vendég. És ott nagyon jól csinálják ezeket a fesztiválokat. Tehát ott az ember abban a pillanatban, hogy lesz, már buszról még nem szállt le az ember, már jönnek oda, és minimum beszélgetnek az emberrel, vagy kínálják, viszik. Tehát a vendéglátásnak arany hagyományai ott élnek, és ez jó. És az ember ezt átéli, és azt mondja, hát de hát akkor mi is meghívhatjuk őket, stb. Most saját erőből nyilván nem megy, akkor amíg az ifjúsági házba táboroztunk, tehát az volt a bázis, akkor az adott egy olyan helyet, ahol meg lehet rendezni a fesztivált, illetve a pályázatok. Innen-onnan pályázati pénzt sikerült ezekre szerezni. Hát ez 96-ban kezdődött el ez a fesztiválosdi. Találtunk egy szép nevet neki, ami horvátra nem fordítva, hanem van neki horvát megfelelője, tehát horvátul is jól hangzik. Ez az Isten hozott kedves vendég, ami egyébként a falusi lakodalmakban szokott ilyen tábla lenni a régi időkben, ugye aki belép a sátorba, már eleve így fogadják. Hogy szól ez horvátul? Ez horvátul úgy szól, hogy Dobro došli naši mili gosti. Ugye a gosti a vendégek, a Dobro došli pedig hát Isten hozott, hogy jól megérkeztetek, vagy jó megérkezést, kedves vendégeink. És hát, hogyha számszerűen száraz adatokkal próbálnám jellemezni a fesztivált, akkor körülbelül 3000 szereplő volt, hát most már 3500 felé is elérünk ezzel a mostani fesztivállal, ugye 16. lesz most a fesztivál, és körülbelül 100 településről voltak vendégeink, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Ausztria és Magyarország horvátjai. Tehát kialakult egy ilyen jó hír ennek a fesztiválnak, egy találkozóhely is volt. Ugye korábban még háború is volt ott lenne ezek között az ország között, Balkán, stb. És itt Magyarországon viszont lehetett mindenkinek a saját hagyományát bemutatni, lehetett találkozni egymással, és az itteni embereknek, hát a Pécsi Széchenyi téren volt egy ilyen Guinness rekord kísérlet. Ugye nem messze a Széchenyi tértől beszélgetünk, és akkor 850 ember vette körül ezt a teret. Tehát ha így mindennek a velejét nézzük, én mindig azt szerettem volna, hogyha az embereket összehozom. Tehát így le lehet rövidíteni az én jellemzésemet, hogy aki szereti az embereket összehozni, persze, eközben lehet, hogy jól össze is veszik velük. Tehát ez előfordul, nem mondom én, hogy könnyű ember vagyok, mert nyilván aki valamit csinálni akar, vannak céljai, az találkozik bizonyos meg nem értéssel, vagy kis akadályokkal. De én örülök, hogy most meg ott tartunk ugye ezzel a fesztivállal, hogy a Zsolnai Kulturális Negyedben lesz, és ott is sikerült ugye helyszínt találni, és talán még érdekesebb lesz a fesztivál, mert igaz, hogy elmaradnak a felvonulások, meg az ilyen dómtéri Székesegyház közelében, nagyon szép helyszínen a fellépések, de ott megint egy másfajta hangulata van a dolognak, olyan, mint amikor a falusi emberek a városba mentek a heti vásárra, vagy régen a középkorba bementek valami ok miatt havi vásárba. Próbáljuk ezt a hangulatot ott valahogy rekonstruálni, megteremteni.
milyen visszajelzéseket kaptál amúgy a fesztivál során, hogy így akik jönnek máshonnan horvátok erre a fesztiválra, hogy milyen ennek a hangulat, vagy hogy látják ők? Ők hogy látják ezt a fesztivált? Hát egy része a visszajelzéseknek az, hogy akkor meghívnak minket is, akkor az már pozitív, tehát akkor az együttest értékelték ezzel. Hát úgy magába, ha beszélgetünk, mi kell ahhoz, hogy jól érezze magát valaki egy fesztiválon? Legyen programja, lépjen fel, be tudja mutatni mindazt, amiért jött, jó legyen a kaja, legyen italozási lehetőség, és a végén közös tánc. Konkrétan nem csináltunk ilyet, tehát lehet, hogy ez még vissza van, hogy ilyen kérdőíveket kéne, és begyűjteni a részletet, hogy mind kéne javítani. Valóban, ez még eddig nem jutott eszembe, hogy ezt is kéne csinálni. Csak úgy ott, amikor ülnek este, mondjuk már este 9-10 óra van, leülünk, már megvolt a fellépés, ők énekelgetnek, beszélgetnek, vacsoráznak, borozunk, vagy valami, akkor elmondják, hogy hát jó ez a dolog, de ezt ők természetesnek veszik. Tehát az, a déli ember az, hogy az emberek összejönnek, együtt vannak, esznek, isznak, zenélnek, énekelnek, táncolnak, az a természetes. Tehát ezt nem értékelik úgy, hogy jaj, de jó, hogy ide eljöhettünk, hanem rendben van, teljesítettétek, amit kell. Ugye most akkor beszéltünk a táncegyüttesről, a fesztiválról. Ezt csinálod, gondolom, az időd nagy részében, de mi az, amit mondjuk az emberek nem tudnak rólad, mi a hobbid, mivel foglalkozol amúgy, ha nem ezzel? Tájjaj. Hát inkább csak olyat, igen? Van. Van-e egyáltalán egy másik hobbi, igen, hogy mit tudom én, horgászok, igen, vagy biciklizek, vagy valami? Hát sajnos mostanára már szinte nincs. Olvasás. Talán az, hogy szeretem a jó könyveket. Korábban nagyon sokat jártam moziba, tehát a filmezés, de hát a mozi már nem az, mint régen, ma inkább letölti az ember a film. És utazni, az utazás az fantasztikus. Tehát, hogyha nem kötődik, tehát nem feltétlen gyűjtés, meg fellépés miatt, akkor nagyon szeretek utazni, és akkor autóval, párommal elmegyünk valahova. Mondjuk a horvát tengerpart a kedvencünk, és ott is azok a helyek, ahol este 10-kor már csönd van, és csönd, halszag, és béke. Hát talán ez amit rólam nem tudnak még, hát az egész életem során sokfélét csináltam, tehát mondjuk azt szerintem kevesen tudják, hogy voltam én éjjel-nappali boltba is eladó már, és szégyenbe maradtam a korábbi főnökkel, mert azt mondja, nem tud számolni, mit végeztétek? Matematika, fizika szakot. Az ez semmi, hát ő fejbe kiszámolta a tételeket rögtön. Hát itt is voltam, könyvesboltba is dolgoztam, de locsoltam betont, azt még 16 évesen, portás voltam. Most hirtelen nem is ugrik be. Nagyon sok mindent kipróbáltam, és szerencsém is volt, mert ahogy említettem, az kell az embernek, hogy legyenek jó tanítói, és én fantasztikus emberekkel találkoztam tényleg. Nem az a lényeg, hogy az ember, akitől az ember tanul, a legjobb táncos legyen, ugyan az is fontos, hát nyilván, hanem az, hogy emberileg mit akar átadni. Tehát, és ezek az emberek mind, ha nem is akartak átadni, de sugárzott belőlük az emberség, tisztelet, egymásnak elfogadása, tehát egy sereg olyan dolog, ami olyan tulajdonság, ami ma is jól jönne az embernek itt ebbe a mai rohanó világba. Vannak most közeljövőben ilyen tervek, amiket tudsz már, vagy célok? Hát a 25 éves műsor most azt foglalkoztat a fesztivál után minket, amit jövő nyáron vagy ősszel szeretnénk megcsinálni. Úgy konkrétan mi csak azt csináljuk, amit eddig is, tehát elmegyünk a falvakba, fellépünk, megyünk városokba, fesztiválokra, most voltunk Budapesten a Borfesztiválon, ott gyakori vendég vagyunk. És talán sikerül, ugye, hát ezt aztán végképp nem tudjuk, most ez a fölszállott a páva tévévetélkedő is most van, ott eddig eljutottunk az elődöntőig, tehát majd novemberben, hogyha onnan is sikerül tovább jutni, akkor a képernyőn újra találkozhatnak a Tánc Néptánc Együttessel a nézők, és ez azért érdekes, mert a történelem ismétli magát, mert 93-ban már volt Ki mit tud, és akkor is sikerült eljutni egy bizonyos, sőt volt, hogy a döntőbe is bejutottunk,
és ezért most hát ezek az emlékek is előjönnek, és szerintem ez jó dolog, hogy hát sok minden van a tévében, hogy egy ilyen hagyományőrző jelleg is van, hogy vannak ezek az egyszerű dolgok is, amikkel nem kell sokat gondolkozni, az ember nézi, élvezi, még jobb, hogyha eljön táncházba, vagy valahova, és csinálja. Sok szép lányjal és fiúval lehet találkozni. Hát sok sikert kívánunk nektek a továbbiakban, illetve neked. Ennyi fért bele a mai műsorunkba. Köszönöm a figyelmüket, kedves nézőknek is, a viszontlátásra!